Természetesen, itt van a magyar nyelvű szöveged. 1. Az Ukrajnában és Oroszországban élő emberek élete és joga az anyanyelv használatához ugyanolyan fontos, mint a területek birtoklása. Fontos, hogy az érdekellentéteket békésen rendezzék, és az érintett felek párbeszéden keresztül találjanak megoldásokat. 2. A háború sosem jó megoldás, és mindig tragédiához vezet, legyen szó akármilyen területi vita megoldásáról. Az érdekellentéteket békés úton kell rendezni, diplomáciai eszközökkel. 3. Diplomáciai eszközökkel lehet az érdekellentéteket rendezni. A békediplomácia az egyetlen módja annak, hogy megoldást találjanak a konfliktusokra, és az érgalmas érvek segítségével megtalálják a közös megegyezést. A fontos, hogy az érintett felek bölcsen reagáljanak a helyzetekre, és a megbékélés iránti szándékkal haladjunk előre. 4. Az embereknek mindannyian felelőssége van azon dolgokért, amelyek történnek a világban, és az étel és ruha mellett az is fontos, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz. A békés, párbeszéden alapuló megoldások a kulcsa harmonikus együttéléshez, és mindenkinek felelőssége, hogy hozzájáruljon ehhez a folyamathoz. Igen, köszönöm. Szükség. Minden félnek hajlandónak kell lennie a párbeszédre, hogy kompromisszumokat találjanak az érdekellentétek rendezésére. 4. Az embereknek felelőssége van a világban zajló tragédiák megelőzésében, és az egymás iránti tisztelet, a kölcsönös megértés és a párbeszéd kulcsfontosságú a béke és a harmónia megőrzéséhez. Minden egyes embernek hozzá kell tennie ehhez a folyamathoz, és társadalmunknak fontos feladat, hogy támogassa a toleranciát és a béketűrést minden helyzetben. Igen. Egyetértek veled. Csak azt nem tudom, hogy most miért nem mondtad el, miért nem olvastad föl.